Itt vagyunk a Honda standján, ahol a legnagyobb újdonság talán a Civic Kombi, és mellettem Szabó Gábor, aki egy kicsivel többet tud erről a modellről mondani. Igazából engem az érdekelne, hogy tényleg a kategória legnagyobb csomagtere van-e benne. Valóban így van. Kis csillag nélkül is azt mondhatjuk, hogy a kategória legnagyobb csomagtere. Ez egészen pontosan 624 litert jelent, hogyha a roló, csomagtérroló alatti területet nézzük, ami egy középkategóriás autót, amik a Tourer is hatalmas méret, és hogyha ledöntjük az üléseket, ugye a Civicben, a hagyományosban, az ötajtósban, és ebben is megtalálhatók az úgynevezett varázsülések, amelyek síkba dönthetők, hogyha előre döntjük a lapjukat, és mint egy színház ülés úgy felemelhető a lapjuk, hogy hátra, hátsó lábhoz is magas tárgyakat be lehessen tenni. Szóval, hogyha ezt előre döntjük, és nincs a roló, akkor pedig 1668 literesre bővíthető, tehát már szinte transporter méretű lehet ez az autó. Ahogy tudom, 23,5 cm-vel hosszabb ez az autó. Ez egyben a csomagtartóba jelentkezik, vagy a hátsó lábtér is nagyobb? Nem csak a csomagtérben, de túlnyomó többségében igen. Ami még biztató a csomagtérnél, hogy 13,7 cm-rel lejjebb került a rakodóperem. A motorválaszték, ilyesmi, tehát ez marad a régi, mondjuk azt, hogy régi, de gondolom az új 1.6-os dízel is már ebbe rendelhető. Igen, az 1.8-as benzinessel, illetve az új 1.6-os dízellel lesz ez is kapható, és az 1.6-os dízelnek már megvannak a mért adatai is, és ezzel a kasznival is 3,8 literes vegyes fogyasztással büszkélkedhet. Az autó, illetve a károsanyag kibocsátása is megmarad 100 g per kilométer alatt, egészen pontosan 98. Igazából mit várhatunk tőle? Ugye a Civic elég sikeres modell azért Magyarországon, és úgy mondom, kedvelt a vásárlók körében, nem a pontos árami, és egy kb. Mit vártak tőle ebbe a évben? Vagy inkább, hogy gondolom, a jövő évben fog ez már a kereskedésekbe jutni. Igen, ez jövő év elejétől kapható egész Európában, így Magyarországon is. Nagyok az elvárásaink azért, mert hogy egyértelműen keresett a családi modell nálunk, a Hondánál is, és egy kevésbé radikális formavilágot kapott. Ugye tetszetős, dinamikus a formája, de talán kevésbé megosztó, mint az ötajtósé. És tényleg Magyarországon is egyre többen kedvelik ezt a típusú karosszériát. Ugye a családoknak ez nagyon nagy előny, hogy ilyen jól pakolható, ilyen jól variálható. Ráadásul számos új technikai megoldás is megjelenik a Tourerben. Egy adaptív hátsó lengéscsillapító, ami folyamatosan elektronikusan vezérelve az útviszonyokhoz, illetve az autó terheltségéhez állítja a hátsó futóművet, illetve sok-sok menet biztonsági felszerelés is belekerül ebbe az autóba, és innentől kezdve az ötajtós változatba is. Ezek kamerák és ilyen rövid hatótávolságú radarok együttműködéséből, bizonyos ütközés megelőző rendszerek, aztán a kresztábla felismerő rendszerek oldalirányba figyel, ugye holtérre, illetve parkoláskor a keresztirányú forgalomra, sávelhagyásra, tehát egészen intelligens az autó, és az amúgy is 5 csillagos biztonságú Civicet még magasabb biztonsági szintre emeli. Eddig a Civic Tourerről beszéltünk, de talán az én szívemnek is kedvesebb, és talán neked is, Gabi, a motorsport. Ugye van két elég jó tehetségetek most Magyarországon, ugye Besenyei Zoli a RC bajnokságba vitézkedik, ugye Mielis Norbiról, ugye meg talán nem is kell beszélni, mögötted ott van a WTCC autó. Hogy mit várhatunk, hogy itt szó volt arról, hogy a Forma 1-be is visszatértek, mit vártok a WTCC-től, készül-e a 2014-es, ugye új specifikájú autó, mit tudsz ezekről nekünk mondani? Kezdjük akkor először Besenyei Zolinál. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy az első komoly Hondás évében, igaz, hogy már ő próbálkozott korábban is nemzetközi szintéren, de hát azért talán ez az a bajnokság, ahol a legtöbb futamot tudja teljesíteni most az idei évben, és ugye egy régebbi fejlesztésű autóval ennyire sikeres tud lenni, tehát ez mint magyar is nagyon nagy öröm látni, hogy kis hazánk embere is ilyen sikeres tud lenni, illetve márka szempontjából is, hogy ezt az autót ilyen megbízhatóan tudja kezelni, és hogy folyamatosan dobogó közelben végez Zoli. Úgy áll jelenleg a bajnokság, hogy nagyon nagy esély van arra, hogy a végén is győztesként kerülhet ki ebből. Nagyon drukkolunk neki, hogy így legyen, és hát nyilván így majd a jövőben is szívesen tárgyal vele a gyár, hogy folytatódjon ez a sikertörténet. WTCC,
szintén az első teljes év, ugye, ahol a márka a gyári alakulattal és a férgyári zengős alakulattal versenyez. Most már túl vagyunk a második győzelmen is, illetve sokadik dobogón. Fél Magyarország ugye Norbinak drukkol, és nyilván mindenki azt szeretné, hogy még sikeresebb legyen, még feljebb lépjen, amire abszolút megvan az esély. Ez is nyilván nagy eredmény, hogy ennyiszer már dobogóra állhatott, és így ott tud lenni az élmezőnyben, és folyamatosan bizonyítja, hogy leggyorsabb is tud lenni. Jövőre reméljük, hogy még előrébb léphet ebből Norbi, és ugye jövőre változik erősen az autók specifikációja, tehát még komolyabb versenyautók lesznek a WTCC autók, szélesebbek, laposabbak, erősebbek, gyorsabbak, és a Hondánál is folyik gőzerővel a fejlesztés, amiben Norbit is bevonják, tehát annyira elismert versenyző, hogy ő is segíti egyértelműen a jövő évi autó fejlesztését. Ugye Form 1-et még említettem, arról mondj valamit, hogy itt motorszállítóként értek csak be, későbben van terv, hogy lesz egy gyári Honda csapat? Ugye elég szépek a régi sikerek, ugye mögöttünk látható is az a versenyautó, amiben szerintem mindannyian beleülnénk egyszer szívesen. Lesz még ilyen versenyautó Honda színekben? Nem tudom ezt jelen állás szerint megmondani. Nem véletlenül van itt ez az autó, ugye egyrészt, mert a legnagyobb ikonhoz, Sennához kötődik, másrészt meg azért, mert motorikusan is közel van ahhoz az új rendszerhez, ami előírás lesz a jövőben, vagyis abban is egy kis köpcentis V6-os turbofeltöltős motor dübörgött, és ez az autó tartja eddigi abszolút rekordot, ugye 88-ban 16 futamból 15-ön győzedelmeskedett az MP4-es típus. Most 2015-től a Honda visszatérése egyértelműen motorszállítóként várható, tehát azt nem tudjuk, hogy teljes csapatot hoz a Honda. Arra viszont megvan az esély, hogy nem csak a McLarennek, hanem esetlegesen egyéb csapatnak is szállítson majd a Honda.